Több mint 15 éve tradíció a tolnai német nemzetiségi baráti körnél, hogy nyár végén összegyűlnek a klubtagok, illetve a kórustagok, és közösen ünnepelnek. Ennek az eseménynek ezúttal Dombori adott otthont, ahol az egyesület tagjai együtt énekeltek, főztek és jól érezték magukat. A kórus az körülbelül 20 éve, nem sokkal azután, hogy a klub megalakult, az most már 25 éves volt, és először csak úgy, akik szeretnek németül énekelni, mert ugyanis a kórus tagok is, meg a klub tagok is, ezek mind sváb származékok, hogy így mondjam. És akkor szeretik a német dalokat, és szeretnek énekelni, és akkor úgy döntöttük, akkor miért ne csináljuk kicsit szervezettebben, akkor összeálltunk egy kórusnak. És azelőtt, mikor voltak a nagy svábálok, minden mindig mi nyitottuk meg, ami volt a gimnázium aulájában, meg egyebek, és nagyon sok felé is járt a kórus. Jártunk Alsógallán, Budapesten, Békásmegyeren, most a hétvégén megint megyünk oda, tehát sok felé, és akkor hát Felsőnána, Hosszúhetény, akik szintén itt vannak velünk, mert ők közelebb vannak. De mindig még a Tolnán volt a német kisebbségi önkormányzat. Mi a német nemzetiségi napot mindig úgy tartottuk, hogy a környező baráti klubokat mind meghívtuk. És akkor volt a főutcán nagy felvonulás, több mint 300 beöltözött rachtba, meg zenével, meg minden. De hát ez valahogy kicsit úgy nemhogy ellaposodott, elfogytunk. Inkább úgy mondanám, hogy elfogytunk. Mert a régiek, akik jártak hozzánk, hát ez a klub is 112 fővel működött valamikor. De most meg vagyunk 40-en. Tehát elfogynak, az idősek kiöregedtek, főleg most, hogy a pandémia betett, nagyon sokan már nem akarnak visszajönni, mert azt mondják, hogy félnek. Hát idős, megértjük, ebben nincs is semmi probléma. Auch ich bleib so gerne und muss nun leider gehen. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, das dürfen wir Készülünk, Békásmegyerre megyünk, ott lesz templomszentelés, és egyházi dalokat kértek, mivel a mi kórusunk az egyházi dalokat is tud, mert hogy addig még itt voltak a Tolnán az egyházi misék, a német misék, mi nekünk a repertoárunkban nagyon sok német egyházi dal van. A Mária énekektől kezdve az adventi időszakban, ami van, úgyhogy van repertoárunk, és abból válogattunk most ki ötöt, amit majd viszünk most szombaton Békásmegyerre. A programra vendégek is érkeztek, mégpedig Hosszúhetényből és Felsőnánáról. Mi körül 2 hete voltunk Felsőnánán, akkor ott volt a német nemzetiségi találkozó, nagyon csodálatos műsorral, nagyon finom kajával, jó kis vadpörkölt volt, és egy jó kis közös énekléssel. Hosszúhetényben általában mindig advent időszakában, karácsony előtt szoktunk menni, úgy vannak a programba bent, és akkor így őhozzájuk is mindig elmegyünk, és amikor vannak ezek az összetartási rendezvények, akkor mindig meghívjuk ezeket a társklubokat, hogy örüljenek velünk. Szóval!